Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük főbb híreinket. Társasházak napja. A katasztrófa védők a fűtési szezon veszélyeiről is tájékoztatták a közös képviselőket. Tovább tart a rossz idő, több mint fél havi csapadék mennyisége esik le a napokban. És kulturális örökség. Egy délutánra újra megnyílt az ortodox zsinagóga. A fűtési szezon kezdete előtt a társasházak közös képviselőinek tartottak tájékoztatót a katasztrófavédelmi kirendeltségen. A szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a lakóknak milyen tűzvédelmi előírásokat kell betartani. A tapasztalatok szerint egyébként még mindig gyakori probléma, hogy a társasházak lakói nem hagyják szabadon a lépcsőházat, így egy esetleges tűz esetén megnehezíthetik a tűzoltók munkáját. Motor és babakocsi is van ebben a lépcsőházban, ezeket a szabályok szerint a társasház tárolójában lehetne tárolni. Így ugyanis éppen a menekülő utat torlaszolják el egy esetleges tűz idején. A másik képen pedig a homlokzati tűzterjedés látszik. Többek között a hasonló esetekről, veszélyekről, az új és régi szabályokról is tájékoztatták a társasházak közös képviselőit a szakemberek a katasztrófavédelmi kirendeltségen. A társasházak önmagukban azért veszélyes tűnő létesítmény, nagyon sok ember lakik egy helyen, és minden olyan használati módra, berendezésre, amit a házakban használnak, elektromos berendezések, konyhai berendezések, gázkészülékek, megvannak a előírások. Ez a mai rendezvénynek az a lényege, hogy minden ilyen területen felhívjuk a közös képviselők figyelmét arra, hogy a tűzvédelem szabályait milyen módon lehet betartani. A tűzvédelmi előírások betartását a katasztrófavédelem egész évben ellenőrzi. Most egy országos akció keretében 3 napon át a közös képviselők, lakásszövetkezeti tagok és érdeklődők is közvetlenül fordulhatnak kérdéseikkel a katasztrófavédelem szakembereihez. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az emberek egyre jogszabálykövetőek, jobban betartják a szabályokat. A hatósági osztályunk ellenőrzései során számos alkalommal találkozunk szabálytalansággal, aminek a szám ugyan évről évre csökken, de mégis eltorlasztott menekülési útvonalak, közös használati helyiségeknek a nem megfelelő módon történő használata, vagy éppen kapubejárók, bejáratoknak az eltorlaszolása, a tűzcsapoknak a körbeparkolása. Ez mind-mind olyan szabálytalanság, ami egy tűz során kihatással van az emberi közösségnek a menekülési lehetőségére, illetve tűzoltó kollégák munkáját akadályozza a tűzoltás során. A tapasztalatok szerint a leggyakrabban felmerülő problémák közé tartozik, hogy szabad-e vagyonvédelmi rácsot felszerelni, de fontos szabály a kerékpár, a virágok és a bútorok tárolása, vagy éppen a dohányzás kérdése a lépcsőházban. Tulajdonosok figyelmét sok esetben fel kell hívni arra, hogy a lépcsőházakban nem tárolunk semmiféle anyagot, éghető anyagokat meg főleg nem. Az idejében a szekrényeket kellett elbontani a folyosókról. Ez erre azért volt szükség, mert a lépcsőháznak a funkciója az nem tárolásra alkalmas. Engedélykor a társasház lépcsőházra kapott engedélyt, tehát semmiféle tárolást nem lehet a lépcsőházban végezni. Mindenkinek a lakásába kell elhelyezni a felesleges dolgaikat. A katasztrófavédelem 3 napos akciója alatt bárki érdeklődhet a tűzvédelem aktuális szabályairól. Szerdán délután 4 óráig várják az érdeklődőket a soproni kirendeltségen is. Tovább tart az esős, hűvös időjárás. Sopronban csak kedden a havi csapadékmennyiség fele esett. 3 megyére másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a sok eső miatt. Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala megyében esik a legtöbb eső a következő napokban. A Dunántúl nyugati felén akár a 30-40 mm-t is elérheti. Az előrejelzések szerint a felhők lassan mozognak, ezért még napokig el kell majd a kabát és az esernyő. 19,5. Ugye az automata 19-et mért. A napi csapadék mennyiségét méri Kis Márton, a soproni meteorológiai állomás vezetője. Már délelőtt csak nem 20 mm-nyi eső esett, a nap végére pedig a havi átlag felét is meghaladta a csapadék mértéke. Délnyugati, északkeleti a csapadékrendszer mozgása, és látunk benne egy kicsi forgást is, ami ugye azt jelenti, hogy azért érkezik a Dunántúlra kiadós csapadék, mivel nem halad dinamikusan tovább észak-keleti irányba ez a csapadékzóna, csak szép lassan terjeszkedik észak-kelet fele. Kicsit itt pördül a nyugat-dunántúli térségbe, és
ezeken a területeken várható nagyon nagy mennyiségű csapadék, tehát az Alpok alja, Zala megye térsége. Itt látjuk is ugye a csapadék intenzitásán, hogy azért órákon keresztül intenzív csapadékhullás volt Zala megyébe, illetve hát az Alföldön alakultak ki zivatarok, de az is megfigyelt, hogy ezeknek a mozgása például jóval gyorsabb, mint a Dunántúlnak. Ez a Dunántúli csapadékmező gyakorlatilag egy helybe áll, hullik a csapadék, és emiatt kell számítani ilyen kiadós mennyiségekre. Ezen a térképen az látszik, hogy a délnyugat felől érkező hatalmas felhő igen lassan mozog, így még napokig marad a borongós, esős időjárás. Mint mondja, az aszályos nyár ezzel véget ért. További 30-40 mm-es csapadék várható. Ez egészen úgy néz ki, hogy csütörtök estig eltart a csapadékhullás, hétvégén fog kicsit javulni az időjárás. És ugye már az előző napokban is hullott jelentősebb mennyiségű csapadék, tehát voltak napok, amikor 10-15 mm-t meghaladó eső hullott. Egyelőre itt Sopronban szeptemberben még csak 60 mm-nél tartunk. Ez egyébként meg is felelne a sok évi átlagnak, az átlagos teljes havi értéknek. Úgy néz ki, hogy azért ennél az idei szeptember többet hoz, és nem csak a csapadék néz ki bőségesnek, hanem a hőmérséklet is elég alacsony. Ugye az elmúlt három nyári hónap mindegyike az évszakos átlagnál magasabb hőmérséklet értékeket hozott. Most szeptember úgy néz ki, hogy hűvösebb a sok évi átlagnál. Nem is értük el eddig csak kétszer a 25 fokot itt a városban. Az utcai csatornák egyelőre bírják a víz elvezetését, a gyalogosok azonban nehezen barátkoznak a sötét, őszi időjárással. Igyekszik, nem sokat kiment a szabadba, de sajnos sokszor muszáj. Nem igazán örülünk ennek az időjárásnak, mivel turistaként a város szeretnénk megnézni, de így egy kicsit az eseny elég sok mindent eltakar ebből. Szerettük volna kicsit jó időben megnézni Sopron, mivel kicsit messzebbről jöttünk, tehát Pécsről, és tehát ez az idő sajnos közbet szólt. A meteorológus szerint a hónap második felére ugyan valamelyest javul majd az időjárás, de a szeptember végén megszokott kellemes, nyárias idő, vagyis a vénasszonyok nyara idén várhatóan elmarad majd. Az önkormányzat kérésére a hidegre forduló időjárás miatt a Sopron Holding elindította a távhőszolgáltatást. A fűtés intenzitását a hőmérséklet változásához igazítja majd a szolgáltató. A kulturális örökség napjain egy délutánra újra megnyílt az ortodox zsinagóga a Papréten. Az épületet a hitközség 1969-ben adta el, azóta nem tartottak benne kulturális eseményt. Bár a felújítás forrásai egyelőre nem biztosítottak, lépésről lépésre azért visszatérhet az élet az évszázados falak közé. A szombatot búcsúztató ének szól a soproni papréti ortodox zsinagógában. A hétvégi programon 48 év után ismét megtelt a monumentális épület. Voltak, akik még istentiszteletre jártak ide, de a fiatalabbak előtt most nyíltak meg először a zsinagóga kapui. Maga az épület, bár kirabolt, elhanyagolt állapotban van, ma is tekintélyt parancsoló, arányos, szép épület, mely várja, hosszú ideje várja a megújulást, gondoskodást, elfogadást, mint ahogy régi tulajdonosaik is. Vegyük ismét birtokba az örökségünket. Egymással karöltve zsidók és keresztények, hívők és nem hívők, mindenki, mert ez már a mi közös örökségünk lett. Valahogy így kanyarodtak az események az évek során. A különleges programon Tárkányi Sándor művészettörténész beszélt a zsinagóga és építtetőinek történetéről. Noha korábban már egyszer kiűzték a zsidókat a városból, ők mindigig hülyek maradtak otthonukhoz, 1921-ben pedig egyhangulag kiálltak Magyarország mellett. Az 1891-es megnyitón mindenki magyar szalagot tűzött a város prominenseinek fogadására. Ezt tették mai utódaik is. Azt gondolom, hogy ez egyfajta főpróba, hogy kulturális célra lehet-e használni egy ilyen épületet, hány fő fér el, illetve milyen az akusztikája. Úgy gondolom, hogy elindulhat egy pozitív folyamat az épület hasznosítása szempontjából. Még ebben az állapotában is úgy néz ki, hogy lehet használni, és elindulhat egy olyan pozitív folyamat, hogy részletekben felújítva újra megtelik élettel és funkcióval. Az épület a mai tulajdonos Sopron városa számára is fontos. Néhány éve el is készültek egy átfogó felújítás tervei. A kulturális örökség napjai során pedig a soproniak figyelmét igyekeztek ráirányítani a zsinagógára. Most egy olyan épületben állunk, amely nemzeti építészeti örökségünk része,
de jelenlegi állapota nem tükrözi ennek a fontosságát. Volt olyan időszak, amikor a puszta fennmaradása is kétséges volt, a felújítási tervek elkészültek, de ezek összege több százmillió forintra tehető. Mégis bízunk benne, és bízok benne, hogy lesz rá lehetőség, hogy ez az épület építészetileg megújuljon. A szombati ünnepségen a Comet együttes adott világzenei koncertet. Az ünnepi alkalom csak az első volt a szervezők szándékai szerint, hamarosan ismét élet költözik a zsinagóga falai közé. Sopronba érkezett a Rádió 1 roadshow-ja. Az eső ellenére több tucat ember volt kíváncsi a reggeli rádiózás három fene gyerekére, Rákóczi Ferire, Vadon Janira és Sebestyén Balázsra. Az esernyők alatt állóknak azonban így is vidám perceket szereztek a rádiósok. A 6-tól 10 óráig tartó műsorfolyam idején bárki betekintést nyerhetett a hétköznap reggelenként hallható műsor kulisszatitkaiba. Balázsék többször jártak már Sopronban, és mindig lenyűgözte őket a város és az itt lakók szeretete. A mobil stúdiót egyik helyszínről a másikra viszik. Kupa győzelemmel térhetett haza a Sopron Basket az UMMC kupáról Jekaterinburgból. A felkészülési tornán a döntőben a soproniak az utolsó negyedben mutatott lehengerlő játéknak köszönhetően 60-68-ra verték a házigazda oroszokat. Szép számú nézősereg fogadta a Sopron Basket vendégjátékát az UMMC kupa döntőjén, amelyet végül a sárgában szereplő soproniak hódítottak el. Az első negyedben a két csapat kiegyenlített játékot mutatott, a vendég magyar gárda jól védekezett, és támadásban is bátran léptek fel. A mérkőzés képe a második etapra sem változott, de a Sopron ekkor még nem tudott elhúzni ellenfelétől. 31-31-es félidei állással vonulhattak öltözőbe a csapatok. A szünet után is izgalmas maradt a mérkőzés, a két csapat szinte felváltva szerezte a kosarakat. A harmadik negyedben a hazaiak pár pontos vezetésre tettek szert, 49-45-ös eredménnyel fordulhatott az utolsó negyedre a két gárda. A zárójáték részben a vendég Sopron azonban újabb fokozatra kapcsolt, a csapat védekezése az eddiginél is szilárdabbá vált, és a támadójáték is eredményesebb lett. Egy 12-2-es rohanással az előnyt is sikerült megszerezni. A játék a mérkőzés végéig izgalmas maradt, azonban a vezetés birtokában a soproniak türelmesen játszottak, és büntetőkkel növelni is tudták a differenciát. Jekaterinburg, Sopron Basket 60-68. A bravúr győzelemmel lezárult torna után Török Zoltán ügyvezető egy a keretet érintő bejelentést tett. A csapathoz érkezik egy amerikai center, Christel Langhorn, aki október 4-én csatlakozik játékos társaihoz. A 30 éves játékos többek között szerepelt Vilniusban, Kínában és az amerikai profiligában is. Most megmutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk, majd érkezik a mozaik, melynek témája a tűzmegelőzés lesz. Utána pedig a KV2-esben című műsorunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió keddi híradóját látták. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Átmeneti felhőzet felszakadozások mellett borongós idő valószínű, szorványosan újabb csapadékkal is számolhatunk. A hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul majd. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.